Folytatódik az EU vezetők csúcs találkozója, amelyen arról tárgyalnak, hogy mennyi pénzt adjanak az unió költségvetésébe a következő 7 évben, mondja az Euronews brüsszeli tudósítója. Európa minden országából több száz újságíró évek, sőt évtizedek óta figyeli Brüsszelben az állam és kormányfők tanácskozását az EU hosszú távú költségvetéséről. Minden tárgyalás különböző környezetben folyt, mondja Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője. Például a 2000-es évek elején a bővítés volt a fő téma. 12 új tagállam csatlakozott, és elő kellett készíteni a terepet ehhez a költségvetés növelésével. Aztán jött a gazdasági és pénzügyi válság, az emberek túlköltekeztek. Most pedig itt van nekünk a Brexit. Patrizia Antonini, az ANSA hírügynökség tudósítója szerint növekedett a feszültség. A dán rádió és televízió tudósítója pedig arra emlékeztet, hogy annak idején Margaret Thatcher csökkenteni akarta a brit hozzájárulást. Minden évben óriási vita volt erről a csúcs találkozókon, és ez mindent felemésztett. Aztán egy pillanatban azt mondták, rendben, megpróbálhatjuk kidolgozni a hosszú távú büdzséket, hogy ne kelljen minden évben vitázni róluk, csak 4-5 évente. A költségvetés 7 évre szól, miközben a Brexit miatt lyuk keletkezik a befizetésekben. Az egyik fő vitapont az, hogy a költségvetéssel meg kell-e büntetni a rosszul viselkedő EU tagállamokat. Ez főként Magyarországot és Lengyelországot érinti, amelyeknek konfliktusaik vannak Brüsszellel a jogállamiság miatt. A lengyel állami tévé riportere szerint ez nagyon veszélyes, és nem csak a lengyel és a magyar kormány ítéli ezt el, hanem már Olaszország is nagyon negatívnak tartja. Magyarországnak és Lengyelországnak nem tetszik, mert úgy érzik, hogy őket célozza, legalábbis ennek a lehetősége. De ha megnézzük Charles Michel legutóbbi javaslatát, ez enyhül. Az Európai Tanács elnöke azt indítványozta, hogy a támogatások felfüggesztéséről vagy megvonásáról minősített többségi szavazással döntsenek. Az egyik spanyol rádió tudósítója azt mondja, az emberek nem követik ezt. A futballmeccs most jobban érdekli őket. Pedig az embereknek szükségük van arra a pénzre, amelyről itt döntenek. Csütörtök este tanácskoznak a tagállamok vezetői, de újságíró már alig maradt itt. Rendszeres, hogy éjszakában nyúló üléseket tartanak, így nő a nyomás a vezetőkön, hogy döntéseket hozzanak. Ez működött a múltban, és folytatni szeretnék ezt.